Habarda bírjában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette. A távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen baglya. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor óbudai alkalmi munkás tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a 2. emeletnél találkozott kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak. április 3. 1986 a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege: Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás: Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekinti.